Köszöntjük valamennyiüket, ez a Pannon Krónika, a Dél-Dunántúli Régió magazin műsora. A következő órában ezúttal is Somogy, Tolna és Baranya megye legfontosabb, legérdekesebb eseményeit idézzük fel. Nézzük az ajánlót. Bejelentés, 7 pontos családtámogatási akciótervről beszélt a miniszterelnök. Kormány támogatása a pécsi sportnak, 890 milliót kapott a PSN ZRT. Turisztikai rendezvények támogatásáról is döntöttek, ülésezett a Balatonfejlesztési Tanács. Régiók Európai Bizottsága Tolna megye igényeit is figyelembe veszi az Európai Unió. 7 pontos családtámogatási akciótervet dolgozott ki a kormány, ezzel kapcsolatban vasárnap közölt először részleteket Orbán Viktor. Az intézkedések között szerepel mások mellett a csok kibővítése, a nagycsaládosok támogatása és a nagyszülőknek szánt gyed is. A programra már idén 75 milliárd forintot szán a kormány. A magyar gazdaság már 7. éve folyamatosan növekszik. A 7 éve tartó töretlen gazdasági növekedés tette lehetővé, hogy a kormány kiemelten támogathassa a családokat. Erről beszélt Orbán Viktor vasárnap délután a Várkert bazárban tartott évértékelő beszédében. A miniszterelnök közlése szerint a kormány 7 pontos családvédelmi programot dolgozott ki. Először is bevezetik a fiatal házasok gyermekvállalási támogatását. Eszerint minden 40. év alatti nő 10 millió forintos kedvező kölcsönt kaphat első házassága után. Az első gyermeke megszületésekor 3 évre felfüggesztik ennek a törlesztését, a második gyermek után a tőke harmadát el is engedik, a harmadik gyerek után pedig az egész hiteltől megszabadulhat a gyermeket vállaló adós. A csok bővítésével is támogatja a kormány a családokat. A 2 és több gyermekes családok a hitelt használt lakások vásárlására is felhasználhatják. Mindez azt jelenti, hogy Magyarországon ma egy 2 gyermeket vállaló fiatal házaspár az életkezdéshez és otthonteremtéshez 22 millió, egy 3 gyermeket vállaló pedig 35 millió forint támogatást kap. Taps fogadta a miniszterelnök következő bejelentését is, ami a nagycsaládosoknak szánt kedvezményekről szólt. Eddig a harmadik és minden további gyermek születése esetén 1 millió forintot vállaltunk át a nagycsaládosok jelzálog hiteléből. Most bővítünk. Már a második gyermek születésekor 1 millió forintot, a harmadik gyereknél 4 millió forintot, minden további gyerek születésekor újabb 1-1 millió forintot vállalunk át. Negyedszer. Az intézkedési terv 4. pontja szerint azoknak a nőknek, akik legalább 4 gyermeket szültek, soha nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. 5. pontként a kormány elindítja a nagycsaládosok autóvásárlási programját. Akik legalább 3 gyermeket nevelnek, azok 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapnak egy 7 személyes új autó megvételéhez. Emellett megvalósítják a teljes bölcsődei ellátást. Ez azt jelenti, hogy 3 év alatt 21 ezer új bölcsődei helyet hoznak létre, ebből az idei év végéig még 10 ezer megvalósul. A cél, hogy 2022-ben már minden szülő bölcsődébe vihesse a gyermekét. 7. pontként pedig jön a nagyszülői gyed. Ha a szülők úgy döntenek, akkor a nagyszülők maradhatnak otthon gyeden helyettük. Hogy a 7 pontos intézkedési tervre mennyi pénzt szán a kormány, arról nem beszélt Orbán Viktor. Ezzel kapcsolatban hétfőn Novák Katalin család és ifjúságügyért felelős államtitkár azt mondta, már idén 75 milliárd forintot fordítanak rá. Mintegy 890 millió forintos támogatást hagyott jóvá a kormány a PSN ZRT-nek. Az összeg alapvetően a pécsi gyerekek és fiatalok sportolását segítheti elő, jelentette be szerdán Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, és Vári Attila a PSN ZRT vezérigazgatója. Ez az a kormányhatározat, amiben 890 millió forint támogatást ítélnek oda a Pécsi Sport Nonprofit ZRT-nek. A társasága a pécsi sportlétesítmények, illetve sportszakosztályok utánpótlás nevelő bázisok működtetője. 1500 igazolt sportolóval az ország egyik legnagyobb sportiskolája, mellette a megyében 14 ezer diák belépéssel dolgozunk a különböző utánpótlás eseményeken, és mellette meg 14 létesítményt üzemeltettünk 300 dolgozóval. A mindennapokban dolgozunk azon, és küzdünk, hogy a fiatalokat megfelelően képezzük. Nemzetközileg is jegyzik a PSN ZRT-t a pécsi gyorskorcsolyázók olimpiai aranya történelmi siker például, ami jelzi, mekkora érték a társaság. Ennek az elismerése a kormányzati támogatás Vári Attila szerint, ami jelentősen segíti működésüket idén. 590 millió forintot a bérekre fordíthatjuk, bérekre, járulékokra, és 300 millió forintot meg
a létesítmény üzemeltetésre. Létesítményeik a sportesemények mellett kulturális, közösségi, illetve művészeti eseményeknek is helyet adnak. Évi 400-450 ezer vendég érkezik az általuk működtetett ingatlanokba. Somogyi turisztikai rendezvények támogatásáról is döntött Siófoki ülésén a Balatonfejlesztési Tanács. A grémium tagjai emellett információt kaphattak a 2021-27-es időszakra szóló uniós költségvetés tervezetéről, a DRV feladatairól és a tervezett fejlesztésekről is. Nem halogatható már sokáig a DRV ZRT illetékességi területén lévő ivóvíz és szennyvíz vezetékek felújítása, hangsúlyozta tájékoztatójában Valencsik Zsolt vezérigazgató. Különösen igaz ez a Balaton, mint kiemelt üdülőkörzet tekintetében. Az ivóvízrendszerek teljesen előregettek, átlag életkoruk 38 év. Azt szoktam mondani, hogy el lehet képzelni, mint hogyha a 70-es évek elején vagy közepén megépült M7-es autópályán kellene most azt a milliónyi turistát ide lehoznunk. Körülbelül ez a hasonlat, azt gondolom, hogy megáll. A társaság saját forrásból átcsoportosítással az idén megkezdi az egyik legkritikusabb szakasz felújítását az északi parton, mintegy 345 millió forintból. A tanács tagjai ugyanakkor azt is szorgalmazzák, hogy a felszín alatti vízvezetékek felújítása előzze meg például a kerékpárutak, járdák, közterek felújítását, átadását, hiszen így mindkét fél részére költséghatékonyabbá tehetőek a beruházások. Az érintettek a probléma mielőbbi rendezésére nagyobb állami szerepvállalást tartanak szükségesnek. Kifejezetten dolgozunk azon, hogy amellett, hogy forrás jutassunk már az idei éven, nem csak ezt a másfél milliárdos nagyságrendet, amit elnök úr kiemelt, hanem több tízmilliárdos nagyságrendet a ágazati szereplőknek, hanem ezen kívül ugye egy olyan programot tegyünk le az asztalra, aminek 19-es év az egy ilyen előkészítő éve, hogy azonosítsuk azokat a területeket, ahol az azonnali beavatkozások szükségesek. A grémium tagjai tájékoztatást hallhattak a tagszervezetek tavalyi tevékenységéről, illetve az idei terveiről is. Bíró Norbert, a Somogy megyei közgyűlés elnöke szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy forrás átcsoportosítása a két balatonparti projekt is nyertes lett. Így egyaránt megvalósulhat a Balatonfenyvesi kisvasút felújítása és a Balaton-Szentgyörgyi 8 kilométernyi kerékpárút megépítése is. Bíró Norbert ugyanakkor két balatoni nyári rendezvény támogatásáról is beszámolt, amelynek odaítéléséről most döntött a Balatonfejlesztési Tanács. Kultkikötő kiemelt turisztikai program tekintetében 2 millió forintot nyert, és Balaton Keresztúr község önkormányzata Keresztúr nevű települések találkozójához kapcsolódó rendezvény támogatásához néptánc találkozó konkrétan rendezvényhez, amely a helyi identitást erősítő rendezvényhez 1 millió forintot ítélt meg. A siófoki ülés résztvevői ezen felül tájékoztatást hallhattak még a 2021-27-es időszakra vonatkozó uniós költségvetés tervezetéről, valamint a Balaton kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervéről, illetve a tanács ezévi költségvetéséről és pénzügyi tervéről is. Tolna megyei igényeket is figyelembe vesznek az Európai Uniós döntések meghozatalakor. A Régiók Európai Bizottsága felelős azért, hogy egyes témák tárgyalása előtt olyan jelentést készítsen, amiben a régiók és helyi önkormányzatok véleménye is megfogalmazódik, így egyfajta tanácsadó szerve az Európai Uniónak. A magyar delegációt Ribányi József, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke vezeti. 2050-re szeretné elérni az Európai Unió, hogy egyetlen halálos áldozatot se követeljen a közúti közlekedés. Ennek egyik alapfeltétele, hogy olyan mérnöki és szakmai megoldásokat alkalmazzanak a kisebb forgalmat bonyolító úthálózatokon is, mint amilyeneket például az autópályáknál, ahol a forgalom arányához képest már jóval kevesebben vesztik életüket, mint például egy kétsávos főúton. Az elmúlt időszakban ezzel a témával foglalkozott Ribányi József, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke, mint jelentéstevő a Régiók Európai Bizottságában, amely február elején ülésezett Brüsszelben, és ahol el is fogadták a magyar delegáció vezetőjének munkáját, amit majd beépítenek az Európai Parlament elé kerülő anyagba. Egyfajta párbeszéd alakul ki, és ez nem is baj, hiszen az a fajta szubszidialitási rendszer, az alulról fölfelé építkezés, hogy mit kívánnak a régiók, mit szeretnének az önkormányzatok, ez egészen a nemzeti szinten keresztül
keresztül feljut az Európai Parlamentbe, ahol a legvégső anyagba bekerül. A magyar delegáció számos önkormányzatokat érintő témával foglalkozik, ilyen például a határvédelem vagy egyéb kulturális ügyek. Az ülésen meghallgatták például Navracsics Tibort, az Európai Bizottság kultúráért, oktatásért, ifjúságért és sportért felelős biztosát, aki itt elmondta, hogy a következő uniós költségvetési időszakban kétszeresére akarják növelni az Erasmus programra fordítható összeget, amivel megháromszorozhatják a külföldön tapasztalatot szerző diákok számát. Olyan fiatalokhoz is elérhetünk az Erasmus programmal, akik, és ez Közép-Európában, vagy Dél-Kelet-Európában különösen fontos, eddig anyagi okokból nem engedhették meg maguknak, hogy az Erasmus programban részt vegyenek és külföldre utazzanak, vagyis tudjuk növelni az egyfőre első támogatást, és ez a családok számára is egy óriási segítség lehet, hiszen eddig azért Erasmusban részt venni Magyarországon az nem egy egyéni, hanem inkább egy családi erőfeszítés volt. Navracsics Tibor szerint a költségvetés elfogadása valószínűleg az Európai Uniós választásig már nem történik meg, de jó esély van rá, hogy még idén elfogadják. A Régiók Európai Bizottsága ezen az ülésen egy állásfoglalást is elfogadott a gyűlöletbeszéd elleni küzdelemről, megemlékezve ezzel a januárban meggyilkolt Pavel Adamovics gdanszki polgármesterről, aki szintén a Régiók Európai Bizottságának tagja volt. Újabb forrásokból újulhatnak meg Pécs közösségi terei. Hétfőn nyílt meg az a 132 milliós keret, amiből játszóterek, parkok, közösségi házak újíthatók meg. A pályázatokat márciustól várják, az első döntések már áprilisban megszülethetnek. Felújított és új pécsi játszóterek láthatók ezeken a felvételeken. Ezekből lehet több a közeljövőben. Újabb pályázati forrás nyílt meg játszótér felújításra hétfőn, jelentették be a Városházán. Kis játszóterek, szabadtéri rendezvény infrastruktúra kialakítására, valamint közösségi ház felújítására, kisebb volumenű felújítására lehet pályázatot benyújtani. A várakozásoknak megfelelően, a várakozásaink arról szólnak, hogy várhatóan nagy lesz a túljelentkezés, így érdemes a pályázatokat minél előbb beadni. Március 18-a és október 15-e között lehet pályázni, de az első elbírálást április 26-án tartják. 132,5 millió forint a keret, ebből két értékhatár szerint lehet részesülni. Minimum 5 millió forintra, maximum 32,5 millió forintra lehet pályázni. Minél magasabb az igényelt támogatás, annál komolyabb indikátorvállalásokat kell teljesíteni a támogatást igénylőknek. Pályázni Pécs teljes közigazgatási területén lehet, tehát akár egy peremkerületi kisjátszótér vagy közösségi ház létrehozásától egészen egy nagyobb léptékű közösségi ház felújításaig, vagy egy teljesen új szabadtéri rendezvény infrastruktúra létrehozásaig tudunk támogatást biztosítani. Ez alapján 6 és 26 közötti pályázatot tudnak majd támogatni, attól függ, hogy a kisebb vagy a nagyobb összegű igényekből lesz-e több. Pályázhatnak civil szervezetek, önkormányzati szervek, vállalkozások. A feltételekről a Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület honlapján vagy közösségi oldalán tudhatnak meg többet az érdeklődők. Új diagnosztikai eszköz segíti a nagyatádi térségben élők gyógyulását. A nagyatádi városi kórházban már működik a CT, amelyet egyelőre a fekvőbetegek vehetnek igénybe. A tervek szerint havonta mintegy 300 járóbeteg ellátásában résztvevő pácienst is vizsgálnak a készülékkel. Hanyat kellene fölfeküdni, feje itt legyen a koponyatartóban. Jó. Cipő. Igen, cipő maradhat. Kicsikét feljebb legyen. Ütközésig legyen a új korszak kezdődött Nagyatád és térsége betegellátásában. Már üzemel a CT és az első vizsgálatokat is elvégezték. Megnyílt az út a betegek vizsgálata előtt, megtörténtek már az első sikeres vizsgálatok. A kórházban fekvő betegek számára tudjuk ezt biztosítani. Várjuk a járóbeteg ellátáshoz szükséges pénzügyi finanszírozást. Ezt a megfelelő grémium feltehetően a jövő hónapban fog ülésezni, és akkor hoz döntést, és akkor készülhetünk arra, hogy a betegeknek, a járóbetegeknek rendszerezetten előjegyzéssel elindítjuk a vizsgálatát. Az egészségbiztosító úgynevezett többletkapacitás befogadó bizottságának döntése után tovább bővülhet az ellátottak köre. A korábbi felmérései szerint havi 300 beteg körüli esetszám, akiket eddig más intézetbe kellett küldenünk CT vizsgálatra.
erre a beteg létszámra igényeljük meg a finanszírozást. A modern diagnosztikai eszköz beüzemelése során pluszköltségek adottak, ezt a fenntartó nem tudta finanszírozni, így a kórház vezetősége úgy döntött, összegyűjti a hiányzó összeget. 22 millió forint volt a hiányzó összeg, amit elő kellett teremtenünk, ebből több mint 13 millió forint már összejött. Itt köszönöm meg minden támogatónak, elsősorban a térségünk három városának, Nagyatád, Barcs, Csurgó polgármesterének, a képviselőtestület tagjainak és a kistérség vezetőinek, hogy önzetlenül támogatták. A Prolog Nagyatád Alapítvány további 500 000 forinttal járult hozzá a költségek fedezéséhez, legutóbb pedig az Erdélyi Kör és a Jobb Közéleti Kör által szervezett jótékonysági polgári bálon 1 000 000 forint gyűlt össze a CT támogatására. A gazdaság fejlődése mellett a cégek versenyképességét is növeli a digitális szakadék csökkentése elnevezésű projekt, erről is beszélt Potápi Árpád János. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár kiemelte, a programhoz egyre több cég csatlakozik. A fő cél jelenleg a meglévő munkaerő képzése a már rendelkezésre álló eszközök segítségével. Erről a levelező rendszerről sokat tanultunk, és ez nagyon megkönnyíti a munkánkat. A levelező rendszerek használata mellett a számítógépes adatrögzítés menetét is elsajátíthatják a dolgozók ennél a cégnél. Egyelőre hetente tartanak tréninget a 9 sorvezetőnek. Nagyon hasznát vesszük, ezt mondhatom több számban is a kollégáimmal együtt. Igazándiból ez nagyon megkönnyíti a munkánkat, levelezésünket, kapcsolattartásunkat, úgyhogy praktikus és jó. Jelenleg 380 főt foglalkoztatnak ennél a cégnél, ahol prémium kategóriás német autókba gyártanak bőrborítást. Frey István ügyvezető igazgató azt mondja, elengedhetetlen a munkavállalók digitális kompetenciájának fejlesztése. A technológiák is folyamatosan fejlődnek, részben a gyártási technológiákban egyre jobban megjelenik az automatizáltság, a robottechnika, illetve a gyártási tevékenység nyilvántartása is egyre inkább a papír alapról elektronikus alapra helyeződik. A szakképzési centrum oktatói az alapoktól egészen a komolyabb programokig mindent megtanítanak a dolgozóknak. Tulajdonképpen itt a számítógép laptopoknak a alapvető használatára kell gondolni, billentyűzet, egér, hogy működik, hogy mit csinálok vele, hogy használom a gépet, a számítógépen futó operációs rendszert, hogy kell használnom, mit kell csinálnom, hogyha internetre akarok föllépni, az interneten, hogy tudok tájékozódni, hogy tudok információhoz jutni, akár csak egy kormányhivatalnak a honlapján megnézni a nyitvatartást, akár csak mondjuk saját e-mail címet szeretnék létrehozni, melyik szolgáltatónál tudom ezt megtenni. A digitális szakadék csökkentése elnevezésű projekttel kapcsolatos sajtótájékoztatón Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár kiemelte, a cél, hogy a felnőtt lakosság oktatása versenyképesebbé teszi a magyar gazdaságot. 2010 óta folyamatosan fejlődik az ország pénzügyileg és gazdaságilag. Azt tudjuk elmondani, hogy 6. éve folyamatosan emelkednek a bérek, ezzel párhuzamosan pedig harmadára csökkent a munkanélküliség, a 12%-os mutató 3,6%-ra csökkent. Soha ennyien a rendszerváltás óta nem dolgoztak, még ez körülbelül 4,5 millió főt jelent. Tehát ezek az adatok úgy gondolom, hogy nagyon biztatóak a jövőre nézvést is. A projekthez eddig országosan mintegy 800 cég és vállalkozás csatlakozott. Somogyban kiemelten fontosnak tartják a digitális tudás megszerzését. A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara megyeszerte több alkalommal tartott képzést a vállalkozások képviselőinek. Használt traktorokat, vetőgépeket, ekéket és kombájnokat is árvereztek Somogyjádon. Összesen mintegy 70 tételre lehet licitálni. A gépek 80%-a elkelt. Az élő aukcióra az ország minden részéről érkeztek gazdák, hiszen itt jóval áron alul hozzájuthatnak egy-egy eszközhöz. Ha kérném még egyszer felemelni a sorszámot, aki licitált, a 79-es sorszámot vásárolni lehetem meg. Igazi kuriózumnak számít ma már az élő aukció Magyarországon. Somogyjádon most mégis több mint 100-al licitáltak mezőgazdasági gépekre. Gelencsér Dániel somogyjádi gazda azt mondja, sokan vásárolnak inkább használt gépeket, hiszen az újabb ekéket vagy kombájnokat nem mindenkinek van lehetősége megvásárolni. Azt mondom, hogy hasznos, mert ugye azért megnézzük az árakat, meg ugye esetleg a neten lévőket azért jóval alacsonyabb, mint ahogy esetleg máshol meg tudnák venni.
Tulajdonosváltás miatt szerveztek gépárverést Somogyjádon. A gépek között régiek és újabb eszközöket is licitre kínáltak. Az egész országból érkeztek gazdák. Tóth István Sopron mellől jött, hogy egy földgyalut vásároljon. Szeretnénk licitálni majd egy gléderre. A község tulajdonában vannak a földutak, amin mi is közlekedünk, és ezeknek az utaknak a karbantartása érdekében szeretnék ezt a gépet megvásárolni. 114-en licitáltak egy-egy gépre Somogyjádon. 270 ezer, 800 ezer, 800 ezer az út tartja, még senki más, 800 ezer forint először, 800 ezer forint másodszor, 800 ezer forint harmadszor, a 60-as számú licitáló is. Az aukciót szervező cég ügyvezetője azt mondja, sok mindenen múlik egy árverés sikeressége. Általában online aukciókat szoktunk bonyolítani és szervezni. Nagyon ritka ez az élő aukció, mert kényelmesebb, az emberek otthon számítógép mögött licitálnak. Mi is meglepődtünk, hogy ilyen sokan eljöttek. Ezek szerint, aki, hogy beszélgettem emberekkel, azt mondták, ennek több oka van. Egyrészt nagyon jó az időzítés. Ez a február eleje, ez egy jó időszak a mezőgazdaság életében. Másrészt maga a csomagnak az összetétele egy olyan nagyon vegyes csomag, amiben vannak jobb gépek, kicsit idősebb gépek, olcsóbbak, drágábbak, nagyon sokféle felhasználásra valók. A 69 tétel 80%-a kelt el, emellett a kikiáltási árhoz képest 30%-kal magasabban sikerült értékesíteni a gépeket Somogyjádon. Több mint 400 millió forintból újították fel Szekszárdon a Tolna megyei katasztrófa védelem igazgatási szerveinek helyet adó épületet. Az egykori szűv helyén mostantól 21. századi körülmények között tudnak a katasztrófa védelem munkatársai dolgozni, és az ideérkező állampolgárokat is modern környezet fogadja. A Szekszárdi Tűzoltó Zenekar műsorával kezdődött a Tolna megyei katasztrófa védelmi igazgatóság új irodaépületének átadója. Az ünnepségre rengetegen voltak kíváncsiak, volt, aki a lakása ablakából figyelte azt. Ezek már a nemzeti színű szalag átvágásának pillanatai. Ezt követően a megjelentek személyesen is megnézték a modern épületet. A több mint 400 millió forintos fejlesztést az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság saját forrásból finanszírozta. A beruházás keretében az épület kívül és belül megújult. Új nyilászárókat, homlokzati hőszigetelést kapott, megvalósult a belső terek modern irodai elhelyezési igényekhez illeszkedő felújítása. A megyei katasztrófavédelem munkatársai eddig a szekszárdi tűzoltó laktanyában dolgoztak. Az az épület viszont nem volt elég nagy és korszerű ahhoz, hogy a különböző tevékenységet végző szakemberek 21. századi körülmények között tudják a munkájukat végezni. Erről beszélt Horváth Kálmán, Tolna megye kormány megbízottja. Az önök felelősség teljes munkáját a 21. században elvárható körülmények között lehessen végezni. Én úgy gondolom, bár belülről az épületet nem láttam, de az előzetes információm alapján az a véleményem, hogy ez itt most Szekszárdon, hála Isten, megvalósul. Az új épületben 43-an dolgoznak nap mint nap. Az ő kényelmük mellett az épület tereinek kialakításakor az is fontos szempont volt, hogy az ideérkező állampolgárokat kultúrált körülmények között tudják fogadni. Azért fontos ez, mert valóban a megyei szervnek egy igazgatási épülete lesz ez, ahol a megyei igazgatóság vezetése, a funkcionális szervek, tehát a humán igazgatás, a gazdasági igazgatás, a műszaki tevékenység, a hivatali tevékenység fog megtörténni, és el tud különülni a készenléti szolgálatot ellátó szekszárdi hivatásos tűzoltóparancsnokságtól, valamint a szekszárdi katasztrófavédelmi kirendeltségtől. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóságnál azt tervezik, hogy jövőre a szekszárdi tűzoltó laktanyát is teljesen felújítják. Népszerű az elektromos autók megvásárlását támogató pályázat. Az első ütem meghirdetése óta több mint 2000 gépjármű beszerzéséhez kapcsolódó igény érkezett be. Minden második esetben már a kifizetés is megtörtént. A pályázat célja, hogy a minisztérium hozzájáruljon a környezetkímélő járművek elterjedéséhez Magyarországon.
Rengetegen csapnak le az állami ingyenpénzre, az elektromos autók megvásárlását támogató pályázat 2018 nyarán lezárt első részében a 2,3 milliárd forintos keret terhére mintegy 1600 autóra érkezett támogatási kérelem. Az első ütemben leadott eredményes pályázatokra utófinanszírozási konstrukcióban kapják meg a támogatási összeget a pályázók. A tárca annak érdekében, hogy minél többen vásárolhassák meg a környezetkímélő gépjárműveket, az elszámolás benyújtásának végső határidejét 2019. június 30-ára hosszabbította meg. Itt vagyunk Szekszárdon a sportközpont parkolójában. Ehhez az e-töltőállomáshoz most autóval nem lehet bejönni, hát gyalog be lehet, ha valaki felkapja az autóját, akkor van esélye tölteni az elektromos autóját. No, ezen kívül azonban Szekszárdon még másik két helyen is, az egykori megyei tanácsként ismert épület sarkán lehet még elektromos autót tölteni, illetve a piactéren, hogyha valaki ismeretes a városban, akkor ezeket a helyeket tudja. Arról nincs adatunk, hogy Szekszárdon hány elektromos autó szaladgál a városban. Sajnos annyit tudunk, hogy az elektromos autók vásárlását célzó pályázattal országosan 2018 nyarától mintegy 2000 autót vásároltak. Ennek körülbelül az utófinanszírozás által már úgy 1000 autónak ki is fizették a pályázati összegét. A pályázat célja, hogy a minisztérium hozzájáruljon a környezetkímélő járművek elterjedéséhez Magyarországon. Az új pályázati rendszerben 1,5 millió forintig előre kifizetik a megnyert összeget, ezzel is segítve a mielőbbi autóvásárlásokat. A régióban, hazánkban értékesítik a legtöbb elektromos járművet. Emellett folyamatosan épül ki az elektromos autózás térnyerését támogató infrastruktúra is. Tavaly év végéig 23 önkormányzat 50 töltőt létesített. Mikroszkópikus méretű, mégis óriási bajt okozhat. A trihinellózis a sertések és vaddisznók körében előforduló fertőzés, mely az emberre is veszélyes. A disznófélék magánvágása során különös figyelmet kell fordítani a higiéniai intézkedések betartására, míg a közfogyasztásra alkalmas sertés vagy vaddisznó húsok kötelező vizsgálaton esnek át. A NÉBI élelmiszer és takarmánybiztonsági igazgatója tájékoztatta a legfontosabb tudnivalókról. A téli hónapok a hagyományos disznóvágások jellemző időszaka. A sertések és vaddisznók házi körülmények között történő feldolgozása azonban veszélyeket is rejthet. Ezek egyike a trihinellózis, azaz izomférgesség. Bár Magyarországon ez ritka betegség a disznófélék körében, nemrég éppen Baranyában mutatták ki a fertőzést egy vaddisznóban. Pleva György, a NÉBI élelmiszer és takarmánybiztonsági elnöke elmondta, szerencsére emberi megbetegedésről már nagyon régen nem kaptak bejelentést. Azt mondhatjuk, hogy a magyarországi házi sertésállomány mentesnek mondható a kórokozó alól, háztáiban néha-néha előfordul olyan sertésekben, amelyek valamennyire azért mégis a természethez közeli módon élnek, tehát kijárhatnak, és esetlegesen más állatokkal való érkezésben összeszedhetik ezt a fertőzést. Ez a fonalféreg olyan kisméretű, hogy csak mikroszkópos vizsgálattal mutatható ki. Ezt a laboratóriumi munkát egyébként minden Magyarországon forgalomba kerülő sertés és vaddisznóhús esetében el kell végezni. A magánvágások során nem kötelező ilyen vizsgálat, de javasolt, emelte ki Pleva György. Emellett egyszerű módszerekkel is védekezhetünk a fertőzés ellen. Ugye a trihinella fertőzés az kivéthető a sertéshús hőkezelésével, tehát egy alapos főzés, sütés mindenféleképpen elpusztítja az élő kórokozókat, illetőleg a fagyasztó hőmérsékleten, tehát mínusz 15 fok alatti 2-3 hónapos fagyasztás is elpusztítja a kórokozókat. Azonban még ezek után is körültekintően kell eljárni, ugyanis ha emberi szervezetbe kerül a parazita, az gyomorbélrendszeri gyulladáshoz, lázhoz, izomfájdalomhoz, de akár szívizomkárosodáshoz is vezethet. A NÉBI arra kéri az állattartókat, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet az alapvető járványvédelmi és higiéniai intézkedések betartására, például a rágcsálómentes környezet fenntartására. Az esetek döntő többsége nem derül ki, mert a család titokként kezeli. A családon belüli bántalmazások a pszichés problémákkal orvoshoz fordulók között azonban majd minden esetben kimutathatóak. Kertész Ágnes főorvos azt mondja, a társadalom elnézően közelít a problémához. A legújabb vizsgálatok szerint, ami Amerikát és a nyugat-európai társadalmat vizsgálta, 50-70%-os a családon belüli bántalmazás. Az ember el sem hiszi, hogy van olyan, hogy miközben valaki hazafelé tart a kocsiban, nem azon gondolkodik, mit fog játszani a gyerekkel, vagy hogyan tölt el egy kellemes estét a családja körében, hanem azon, hogyan fogja kínozni őket. A családon belüli erőszak sokkal szélesebb rétegeket érint, mint a fizikai bántalmazás. Kertész Ágnes pszichológus azt mondja, ez elsősorban a fejlettebb nyugati világban jelenlévő probléma.
minőségében is nagyon-nagyon változatos problémarendszert foglal magába. Hogy pontosan mit is jelent a családon belüli erőszak. Nagyon sok megfogalmazása van, én most egyet szeretnék önökkel megosztani. Gyakorlatilag akkor beszélünk családon belüli erőszakról, hogy a családnak az egyik tagja valamilyen magatartást vagy viselkedést tanúsít, vagy kísérletet tesz arra, hogy a család egy másik tagját vagy több tagját anyagi, testi, lelki vagy jogi értelemben elnyomja, felettük dominanciát gyakoroljon. A társadalom jelentős része számára szinte mindennapos esetek a fenyegetés, az érzelmi korlátozás vagy a megalázás nem tartozik az erőszak kategóriájába. Pedig a hatása az ilyen viselkedésnek nem marad nyom nélkül. Sajnos a magyar társadalmi gondolkodásban még csak a konkrét fizikai bántalmazás az, amit számon tartunk, és gyakorlatilag a fenyítés, a szóbeli megalázás, vagy különböző viselkedési módok, amivel korlátozunk, nem tekintjük problémának, nem tartjuk az erőszaknak, vagy a bántalmazásnak bizonyos formájaként számon. Kertész Ágnes azt mondja, a hozzájuk bekerülő betegek majd mindegyikében a probléma kialakulásának gyökerében ott található a családon belüli erőszak valamilyen eleme. Az esetek jelentős számában titokként kezelődnek a családokban, ám a bántalmazott nagyon ritka esetben tudja feldolgozni a történteket, aminek aztán pszichés betegség lesz a vége. Most nézzük, mivel foglalkozunk a Pannon Krónika hátra levő részében. Elfogás. Az ország egyik legkeresettebb bűnözőjét kapták el a rendőrök. Betegség ellenálló szőlőfajták és fajta jelöltek, borbemutatót rendeztek Szajkon. 25 évesen a világ elitjében, a balatoni régió ázsióját is növeli a Bocuse d'Oron elért siker. 16 kiállító, több mint 20 színpadi program, ismét megrendezték a pécsi csokoládékarnevált. Dombovár és budapesti rendőrök együtt fogták el az ország egyik legkeresettebb bűnözőjét. Az akcióra a nemrégen megújult online rendőrségi körözési listának köszönhetően kerülhetett sor. Másfél hete üzemel a rendőrség online böngészhető új körözési listája. A rendszeresen frissített adatbázisnak külön menüje tartalmazza az 50 legkeresettebb bűnözőt. Ide a legveszélyesebb vagy a legtöbb bűncselekményt elkövető szökésben levő gyanúsítottak kerülnek fel. Az itt szereplő személyek fotói és a személyes adataik is nyilvánosak. A rendőrség azért frissíti rendszeresen a listát, hogy bárki segíthessen megtalálni a különösen veszélyes bűnözőket. Ehhez egy kattintással lehet akár névtelen bejelentést is tenni. Így online lakossági bejelentés alapján fogták el az első top bűnözőt néhány napja Dombovár és budapesti rendőrök közösen. A polisz.hu-n megjelentetett körözési lista alapján fogtak el egy férfit, akit már 9 éve köröztek. A férfit a Dombovár környékén található nokon fogták el kollégáim. Ővel szemben kábítószerkereskedelem büntet megalapozó gyanúja miatt indult eljárást, és emiatt körözték. A körözési lista szerint Magyarországon több mint 3000 bűnözőt keres hosszabb ideje a rendőrség. Közülük a lista megjelenése óta egyre többet fognak el. Ezt onnan lehet tudni, hogy a már rendőrkézre került bűnözők fényképe eltűnik az adatbázisból. Bokorban talált bortól lett rosszul 2-10 éves paksi fiú. A gyerekek másfél liter bort ittak meg ketten, mielőtt egyikőjük ájultan esett össze. Csak a szerencsének köszönhető, hogy a rendőrök és a mentősök hamar a helyszínre értek. A fiúk azóta már jobban vannak. Ezen a játszótéren bújt el a két fiú, hogy megigyák a bizonytalan eredetű két üveg bort. Hogy honnan szerezték egyelőre nem lehet tudni. Az biztos, hogy mind a másfél litert elfogyasztották, nem jutottak messzire. Ezen a másik játszótéren egyikőjük összeesett. A mentősök és a rendőrök hamar a helyszínre érkeztek. A mentősök azt állapították meg, hogy a gyermek vagy tudatmódosítószer hatása, vagy pedig alkohol hatása alatt van. Azonnal megkezdték az életmentést, amely természetesen szerencsére sikerült is. A fiúkat miután kórházba szállították őket, és jobban lettek, kihallgatták a rendőrök. Kiderült, hogy egy harmadik, 10 év körüli gyerek szintén ihatott a borból, amit a saját elmondásuk szerint egy közeli bokorban találtak. Úgy tudjuk, a rendőrség most azt vizsgálja, hogy a fiúk valóban találták-e a bort, vagy valakitől kapták azt.
A nevelőszülők segítőkezet nyújtanak a rászoruló gyerekeknek, tehát a nevelőszülőség is azt mutatja, hogy a gyermek a legfontosabb, hangsúlyozta az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára kedden a Lehetetlen Nincs országos program sorozat Szekszárdi állomásán. Ma Magyarországon 23 ezer gyerekről gondoskodik a gyermekvédelmi szolgálat. Ők azok, akik otthonokban élnek, vagy átmenetileg nevelőszülőknél igazi családban. A Lehetetlen Nincs a nevelőszülői hivatást népszerűsítő országos kampányt azért indították el, hogy be lehessen mutatni a másért való élet hivatását, mondja Fülöp Attila államtitkár a program Szekszárdi állomásán, amit a Babics Központ rendezvénytermében előadásokkal, beszélgetéssel és fellépésekkel tarkítottak. A nevelőszülői programnak a természetes elvárása az, hogy minél több nevelőszülő legyen Magyarországon. Mint egy 5200 nevelőszülővel kezdtük meg a tavalyi évet, szeretnénk, hogyha a program hatására emelkedne azoknak a száma, akik ismerik, akik elismerik ezt a hivatást, és akik adott esetben pedig jelentkezni is tudnak. Van itt egy nyilvánvalóan minden szakmában meglévő előregedés, ennek az utánpótlását szolgálja, másrészt pedig azt, hogy a gyerekvédelemben lévő 23 ezer gyermek minél nagyobb része legyen az, aki meg tudja tapasztalni a családban való felnevelkedés lehetőségét. 2014-ben a kormány bevezette a speciális foglalkoztatási jogviszonyt a nevelőszülők részére, továbbá 2020. január 1-től indul a nevelőszülői GYED. Tolna megyében 131 nevelőszülő 400 gyermeket nevel. A kormány felismerte, mivel nem most, hanem már régebben, de most jutott el szerintem a gazdaság is arra a szintre, hogy anyagilag is tudja ezt a hálózatot támogatni. A lényeg az, hogy minden magyar kisgyermeket megillett a családban élésnek a lehetősége. A Lehetetlen Nincs program keretében rajzpályázatot hirdettek a gyermekotthonokban vagy nevelőszülőknél élő gyermekek körében. A Babics Központban tartott népszerűsítő napon a legjobbnak ítélt pályamunkákat is díjazták. Új innovatív betegség ellenálló szőlőfajtákat és fajtajelölteket kóstolhattak meg hazai és külföldi borászok. A PTS Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete egy borkóstoló keretében mutatta be azt a 25 éve tartó munkát, melynek eredménye a betegség ellenálló szőlő. A szakemberek véleménye alapján a cél, hogy ezeket a versenyképes minőséggel rendelkező fajtákat még ízletesebbé tegyék, megtartva az eddig elért eredményeket. Éppen a rajnai Riesling és a Bianca fajtájú borokat töltik poharakba. Ezek az italok azonban különlegesek, hiszen a PTS Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet új, innovatív, betegség ellenálló szőlőfajtáit és fajtajelöltjeit kóstolhatták meg a szakemberek. Egy Tokaj hegyaljáról érkezett borász azért látogatott el a rendezvényre, hogy tapasztalatot gyűjtsön az új technológiáról. Szeretném látni azokat a kollégákat, azokat a borokat, amelyek születtek az elmúlt évben, annak érdekében, hogy én is egy picit leszűrjem a tanulságot, és a nagyon zárt tokaji borvidéken esetlegesen gondolkodjunk mi is, hogy a csodálatos fajtánkkal, a furminttal tudunk-e ebben a vonatkozásban előrelépni. Az eseményre nem csak hazai, hanem külföldi borászok is érkeztek. Többek között olasz, horvát és szlovák szakemberek vettek részt a borbemutatón. Olaszországban egyébként a nagy mennyiségű csapadék miatt sokkal többször kell permetezni a szőlőültetvényeken. Ezt szeretnék lecsökkenteni. Ennek érdekében 12 borász érkezett a dél-európai országból. Eltökélték, hogy rövid időn belül ezt a nagymértű környezetszennyezést le akarják szorítani. És emiatt keresik azokat az új innovatív, rezisztens, versenyképes minőséggel rendelkező fajtákat, amivel aztán ezeket a fajtákat lépésről lépésre le lehet majd váltani. A Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet által kifejlesztett szőlőfajták ellenállnak például a lisztharmat vagy a peronoszpóra okozta betegségeknek is. Mindezt 25 év alatt érték el a szakemberek. Ezek a versenyképes minőséggel rendelkező fajták lehetővé teszik a következetes környezetkímélő szőlőtermesztési technológia alkalmazását. 25 évesen a világ elitjébe ez sikerült elérnie Póner Ádámnak, a Kistücsök étterem helyettesének már azzal, hogy kijutott a Bocuse d'Or lyoni döntőjére, ahol a világ legjobb 24 szakása versenyzett egymással. Ádám és csapata a középmezőnyben végzett, de támogatója és munkaadója, Csapodi Balázs maximálisan elégedett az elért helyezéssel. Mint mondja, ez a teljesítmény a magyar és azon belül a balatoni gasztronómia ázsióját is növelte.
Innen indult és idáig jutott Póner Ádám, a mindössze 25 éves fiatal szakács, aki 2,5 éve a Balaton szemesi kis tücsök étterem séfje. Főnöke az a Csapody Balázs, aki a Magyar Bocuse d'Or Akadémia tagja, és mindenben támogatta Ádám felkészülését. Mi csapatunkra és a mostani versenyzésre gondolok, az, hogy egy 25 éves fiatal ember elhatározza, hogy innen a Balaton mellől nekiáll, felkészül, elindul egy ilyen versenyen, és a világon a 12. lesz, hát ez tényleg egy káprázatos érzés. A világverseny során a zsűri nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a különböző országok sajátos ízvilága mennyire jelenik meg az ételekben. De Ádámék még ennél is tovább mentek, és egy újabb elképzeléssel gazdagították, lokalizálták menüsorukat. Amikor a borjúkaraj kiderült, hogy téma lesz, mi nagyon szeretjük a sült borjúkarajhoz a spárgát, ezért a zöld spárga, ez rögtön mindegy ilyen szemesi alapanyag került bele, még akkor is, hogyha ennek éppen most nem ennek van a szezonja, de ezzel próbáltuk jelezni, és hát a versenyen még a menükártyában is ott volt, hogy ez az étel, ez a borjú Balaton módra, tehát ezzel próbáltuk azért a Balaton régiót népszerűsíteni. Csapody Balázs szerint a tudatosság a legfontosabb kulcsszó a mai gasztronómiában és turizmusban is. Fontos, hogy az ágazat szereplői tudatosan építsék a Balaton régiót, a cél, hogy egész évben vonzó legyen a tó és környéke. Ebben pedig hatalmas szerep jut a vendéglátásnak. Az, ami régen volt, hogy 3 hónapos szezon legyen, vagy akár még rövidebb szezon, ez nem egy fenntartható üzleti modell. Mi nekünk is minden adottságunk megvan ahhoz, hogy egy egész évben jól működő régió legyen, amihez nagyon-nagyon kell a bor és gasztronómi turizmus. Ebbe az irányba szeretnénk mi is most így fejlődni, és ehhez is kellett az, hogy most Ádám így balatoni színekbe induljon el, hogy tudósítsunk arról, hogy ez a Balaton régió él, virul, és ez valamikor egy nagyon jó gasztro régió lesz. A tó körüli kínálatot látva pedig kijelenthető, érdemes a szezonon kívül is a Balatonra látogatni, hiszen színvonalas programokat és gasztronómiát nyújt a régió. Újra divat a házasság Magyarországon. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleménye szerint 20 évvel ezelőtt nem kötöttek annyi házasságot, mint az utóbbi években. A hétvégén kezdődött országos rendezvénysorozat is a házasság és a család fontosságára hívja fel a figyelmet. Pécsett Beneda Attila családpolitikáért felelős helyettes államtitkár köszöntötte a házasság világnapi ünnepség résztvevőit. Magyarországon 12. alkalommal rendezik meg a házasság hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával. Baranya és Tolna megyében is számos település csatlakozott. A házasság értékeit népszerűsítő kezdeményezéshez február 10-e és 17-e között. 2016-ban 20 éves csúcsot döntött a házasságkötések száma, és ez a tendencia azóta is megmaradt, mondta Beneda Attila, családpolitikáért felelős helyettes államtitkár szombaton Pécsett a házasság világnapján. Ez azt mutatja, hogy a fiatalokban megvan a hit, a bizalom, a remény a jövőt illetően. Mi az összes családtámogatási eszközzel, ami összességében a kétszeresére nőtt 2010 óta, igyekszünk ezt a döntést támogatni a fiatal házasok adókedvezményével, a családi otthon teremtési kedvezménnyel, sok más egyébben is. Tehát igyekszünk, ahol tudunk segíteni, hogy meghozzák ezeket a döntéseket, és a kívánt és várt gyermekek megszülethessenek a társadalomban. Randevú egy életen át. Ez az idei mottója a házasság hetének. Az országos rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság a család értékeire és fontosságára, valamint hogy segítséget nyújtson a házasságra készülőknek, vagy a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek. A házasság világnapi ünnepséget a Pécsi Székesegyház Nagy Családos Egyesülete szervezte. Nagy örömömre szolgál, hogy mindannyian, akik itt vagytok, egyrészt gondolom megnyitottátok a szíveteket, és úgy gondoljátok, hogy a házasság az nem egy reményvesztett dolog, mindig van lehetőségünk javítani, és mindig van lehetőségünk tenni azért, hogy boldogabbak legyünk. Én azt remélem, és azt szeretném, hogyha mindenki valami olyannal menne a haza, amivel tudja, hogy hogyan fogja ezentúl másképp, boldogabban, jobban élni a házasságát. Köszönöm, hogy eljöttetek, hiszen valószínűleg mindannyian fontosnak tartjátok a házasságot. A házasság hete elnevezésű rendezvénysorozat behálózza a világot. Mára már 4 kontinens, 21 országa együtt ünnepel. Rövid reklám után folytatjuk a Pannon Krónikát. De
teljes körű szolgáltatás a villanyszerelésben és a hálózatépítésben? Akkor Elektroid Kft. Mi megtervezzük, kivitelezzük, felülvizsgáljuk, vagy akár a villanyszerelési beruházás lebonyolítását is vállaljuk. Üzletünkben több mint 20 ezer termékkel várjuk. Lámpák, csillárok, ledes fényforrások 20-25 ezer óra üzemidővel. Háztartási kisgépek, ventilátorok széles kínálatban. Klímák, napelemek akár a tervezéstől a kivitelezésig. Intézmények, önkormányzatok és ipari létesítmények teljes körű kiszolgálását is vállaljuk. Péntekenként 10, a hónap utolsó péntekén pedig 15% kedvezménnyel várjuk. Elektrolit Kft. Minden, ami villanyszerelés. A Matt Marquezt megint jól kitalálta, segítünk szépíteni és megvédeni kertjét, ingatlanját és pénztárcáját is. Kerítéstáblák, oszlopok, komplett kerítésrendszerek telepítéssel is, hullámrácsok táblában vagy méretre gyártva a galambriasztó rendszerek. Ha a dizájn is fontos, válaszol perforált vagy expandált lemezt, kerítés és kapuelemnek. A biztos védelemről a pengeéles NATO drótok, szöges drótok, drótvonatok és vadháló gondoskodnak. Matt Mark a fémipar specialistája. Szekszárd, Pollák utca 92 a felüljárónál, telefon 74-es körzet 512-678, www.metmar.hu. Új bemutatóval egy irodalmi estel jelentkezett a Magyarországi Német Színház, ezúttal Koch Valéria munkásságának és életének részleteit dolgozta fel a társulat. Ő idén lett volna 70 éves. Sajnos már több mint 20 éve nincs közöttünk, és úgy gondoltuk, hogy ezzel az estel az ő emlékének adózunk. Különleges kezdeményezéssel emlékezett meg a Magyarországi Német Színház Koch Valériáról. A fiatalon elhunyt magyarországi német költőnő két nyelven alkotott, származásának köszönhetően két kultúrát, két gondolatvilágot tudhatott magáénak. Költészete nem klasszikus értelemben vett magyarországi német költészet, ő mind a magyar, mind a német kortárs irodalom kiemelkedő alakja. A társulat ezúttal egy olyan darabot, vagy inkább előadói estet állított színpadra, mellyel méltóképpen emlékezhetett meg róla. Nem dolgoztunk rendezővel, hanem csapatmunkában állítottunk össze egy előadói estet. Ennek minden jó és nehéz oldalával együtt. A témájában emberi kapcsolatok, személyes, szerelmi, baráti, családi, nemzeti és globális értelemben pedig a háború és a béke vannak a fókuszban. Mi lehetséges a mesében és milyen a valós élet? Milyen világban élünk gyerekszemmel, a kisherceg szemével és felnőtt szemmel nézve? Mindez Koch Valériára jellemző szarkasztikus humorral. Ez egy nagyon-nagyon érdekes utazás volt egy új munkamódszerben, egy új számunkra is ismeretlen területen, hiszen azért Valéria Koch nem egy olyan közismert név, mint bármi más, akivel a középiskolás irodalomban vagy irodalomórákon találkozunk. És az előadás is ezért lett olyan, amilyen, mert ezt a handicapet, ami egy viszonylag ismeretlen írónő, költőnek az estjét belengheti esetleg egy, ha hallja valaki, hogy most ez lesz a... Aki bejön, úgy érzem, hogy egy olyan utazáson vehet részt, ami megemleget. Koch Valéria életműve érettségi tétel is a német nemzetiségi iskolákban, ezért a középiskolák és tanáraik számára is fontos lehet ez az előadás. A verseken keresztül megismerhetik a költőnő személyiségét is, átérezhetik gondolatai őszinteségét és témái aktualitását. A február immár a Pécsi Csokoládé Imádók hónapjává vált, hiszen 7. alkalommal rendezték meg a Pécsi Csokoládé Karnevált a Zsolnai Kulturális Negyed E78-as épületében. Február 9-én és 10-én a prémium kézműves édességekből álló kínálat mellett több mint 20 színpadi program és kreatív foglalkozások várták az ingyenceket.
festés csokoládéval, gyurmázás szintén csokoládéval, és szökőkút ugyancsak csokoládéval. Minden erről a kakaóbabból készült finomságról szólt a hétvégén a Zsolnai negyedben. Kicsik és nagyok két napon át kóstolhatták, vásárolhatták az édességet. 7. éve szervezzük meg ezt a csokoládé karnevált. Minden elemében pécsi. Most már a kiállítóink egy része is, a játszóházak, az előadóink, a műsorvezetőnk. Az érdeklődők különböző előadásokon is részt vehettek. Ilyen volt például a Zsolnai Vilmos Szakgimnázium és Szakközépiskola cukrásztanulóinak bemutatója. A fiatalok a bombonkészítés folyamatába engedtek bepillantást. Az interaktív programok és a vásár mellett a rendezvény célja az értékmentés is. Kézműves csokoládé készítők jönnek ide az ország minden részéről, illetve az idei év különlegessége, hogy a Zsolnai motívum és mintarendszer is megjelenik egy csokoládé kockán, amely valóban a pécsiségünk részét képezi, hiszen a Zsolnai motívum kincs a pécsi értéktárnak is része. A 7. pécsi csokoládé karneválon 16 kiállító vett részt különleges termékeikkel, és több mint 20 színpadi program szórakoztat a közönséget. A legkisebbeket pedig kézműves foglalkozások is várták a Zsolnai negyedben. Az egész község lakóit várták pénteken az Alsó Mocsonádi Őszi Fény Idősek Otthonának farsangi ünnepségére. Az idén 725 éves település a 2019-es programokat a generációk közötti párbeszéd jegyében rendezi. A résztvevők saját maguk készítették állarcukat, de még a farsangi fánksütésben is segítkeztek. 2006-ban alapították Alsó Mocsoládon az Őszi Fény Idősek Otthonát, ahová az egész országból érkeznek a lakók. Az utóbbi években folyamatosan alakítják és szépítik az intézményt. A 10 éves jubileumra a tetőteret is beépítették, így már 44 férőhelyesre bővült az otthon. Egy norvég pályázat keretében sikerült a külsejét és a belső tereit is megújítani. A tetőtér beépítésre került, itt kialakításra kerültek új lakószobák, illetve van egy konditerem, egy terápiás szoba és egy relaxációs szoba, és ezek mind-mind az itt élők testi és lelki egészségének ápolását, frissen tartását célozzák. Az idei farsangi bál különlegessége volt, hogy az otthon lakói a saját ízlésüknek megfelelő állarcokat készítettek, miközben a farsangi fánk is kisült. Mivel Alsó Mocsolád idén ünnepli fennállásának 725. évfordulóját, a farsang tematikája a történelem volt. A piros szín nagyon tetszik, és akkor megkértem egy kis tanácsot, aranyjal, és akkor én, szóval így csak ahogy adódott, csináltam is. Az otthon lakói ilyenkor kis időre talán elfelejtik az élet tragédiáit. 2011-ben költöztünk be a férjemmel, sajnos őt már elveszítettem pont 4 évvel ezelőtt. Az nagyon befolyásolja az itt létemet és a lelkemet. A 725 éves jubileum alkalmából egész éven át tartó színes és változatos programokkal és kezdeményezésekkel várja a község az érdeklődőket. Akárcsak a farsang, a többi rendezvény célja is az, hogy több értékes időt töltsenek egymással a különböző generációk, és hogy a település lakói megismerjék az időseket. A sváb szokásokról, hagyományokról szólt a hétvége egy pécsi étteremben. Gerezslakról érkeztek a kiállított tárgyak, melyek bemutatták a németség értékeit. Az étterem vendégei kézzel hímzett terítőket, kötényeket és még pólyákat is láthattak. Az egykori különböző alkalmakkor viselt ruházatot játékbabákon mutatták be a szervezők. A kiállítás mellett azonban nem maradhat el a híres gőzgombót sem, melyet helyben sütöttek a gerezslakiak. A baranyai településen egyébként minden évben fesztivált is rendeznek, melynek középpontjában ez a sváb étel áll. A gerezslak isten igazából a gőzgombóc fesztiváljáról is híres immár 10-12 éve. Szintén az egész országból, sőt külföldről is jönnek, akik kipróbálják a gőzgombóc sütést, és rengeteg változata van, édes, sós, pudingos, lekváros, mákos, mindenféle. Na most a svábok régen és még a mai napig is a sós gőzgombócot sütik.
Idén ismét átadták az Abai Nemes Oscar díjat a pécsi Lauber Dezső sportcsarnokban. A kitüntetést Lakatos Tamás, a PSN ZRT gyorskorcsolya szakosztályvezetője vehette át. Rajta kívül csaknem 300 sportolót, edzőt és sportaktívát jutalmaztak a PSN ZRT sportiskola immár hagyományos díjátadóján. Lakatos Tamásnak a gyorskorcsolya sport szakmai irányításában elért példanélküli sikereinek, valamint sportolói közösség formálása és a korcsolya sport népszerűsítése és fejlődése céljából végzett elkötelezett munkájának elismeréséül az Abai Nemes Oscar díj kitüntetést adományozta Pécs város közgyűlése. A díjat szerdán a PSN ZRT sportiskolája 2018-as évértékelő jutalmazásának keretében adták át Knok Viktor és Búrján Csaba felkészítőjének. Én azt gondolom, hogy a csúcsot elértük egyszer, ugye ezt meg lehet ismételni, szeretném, ha egyéniben is fölérnénk a csúcsra, szeretnénk, ugye a világbajnoki cím, az hőnállított világbajnoki cím az nincs meg, erre még számtalan lehetőségünk van, nagyon-nagyon sok lehetőség van még a gyorskorcsolyában, ez csak egy állomás, amit eddig elértünk, szeretnénk tovább fejleszteni és a csúcson maradni minél tovább. Több éves hagyomány a PSN ZRT sportiskolája életében, hogy kupákkal, elismerésekkel jutalmazzák a kimagaslóan jó eredményt elérő sportolókat, edzőiket, a versenyeztetésben közreműködő sportaktívákat, illetve a diákolimpiákon legeredményesebben szereplő iskolákat. De rengeteg sok világversenyen értünk el dobogós helyezést, az úszóink, a triatlonosaink, a sportlövőnk, paraúszóink, aerobikosaink, tehát nagyon sok olyan eredménnyel büszkélkedhetünk, ami nemzetközi porondon is kimagaslónak számít, illetve aminek örülök, hogy mindig folyamatosan bővülnek gyerekcsoportjaink, és most már 15 szakosztállyal dolgozunk 1500 fővel. A PSN ZRT sportiskolájának díjátadóján Vári Attila vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a 2018-as év volt a legfényesebb az egyesület történetében, hiszen két téli olimpiai bajnokot is köszönthettek. Ezzel léptünk ki igazából a nagy nemzetközi szintére, hiszen így lett meg a nagy hármas, a nyári, téli és a paralimpiai érmeseink, és úgy gondolom, hogy 2018-as évvel tettük föl a koronát erre a munkára. Én nagyon örülök neki, és nagyon büszke vagyok a kollégákra, sportolóinkra, hiszen ez egyedülálló nem csak itthon, hanem a világon is. Az Abai Nemes Oscar díjon kívül további csaknem 300 serleget adtak át a gálán sportolóknak, edzőknek és sportaktíváknak. Elkészült a jóváhagyott versenynaptár, amire a csapat a Kárt Aréna Gokart stadionnal közösen 5 futamból álló bajnokságot szervez március 16-a és július 20-a között. A tavaly is nagy sikerrel lezajlott jótékonysági közönség találkozó Mihelis Norbival augusztus 10-én lesz. Az idei szezonban rengeteg újdonsággal készülnek a szervezők. A versenyeket a profikhoz hasonlóan rendezik majd meg, és a tervek szerint a géppark is bővül. Mint arról már korábban beszámoltunk, eldőlt, hogy idén is lesz közönség találkozóval egybekötött jótékony célú gokart verseny Pécsett, de ennek már az időpontja is megvan, ez augusztus 10-e. Így 2019-ben is találkozhatnak Mihelis Norbertel és a Mira csapattal az érdeklődők a Kárt Aréna gokart stadionban. De az egyéni, azaz sprint bajnokságra és a 3, illetve 6 órás endurance versenyre is nevezhetnek a gokartosok. A szezon ugyan hivatalosan csak március 1 indul, a Kárt Aréna Gokart stadionban már összeállt a jóváhagyott éves terv. Megjegyzés született a Mira csapattal, hogy a tavalyi jó eredményt teljesítő közönség találkozó apropójából meg fogjuk tartani idén az egyéni bajnokságot, de már mint Mira egyéni bajnokság, és ez kapcsolódik majd a Mira közönség találkozóhoz. Úgyhogy ez egy olyan bajnokságot fogunk az egész évben teljesíteni, amiben lesz az egyéni bajnokság is, kimondottan ugye személyre, és a csapatbajnokság is a közönség találkozó. A csapatbajnokság ugye az a szokásos endurance bajnokság lesz. A tavalyi közönség találkozóra az ország minden pontjáról érkeztek vendégek, így az egyéni bajnokságot is arra építik fel idén sok-sok meglepetéssel. Az első egyéni futam március 16-án szombaton lesz. Minden hónapban körülbelül a 10-e környékére próbáltuk belőle, illetve hát úgy próbáltuk, hogy a Mira csapatot ne bántsa sehol időpontban, hiszen a megegyezésben az szerepelt, hogy az egyéni bajnokságokban is a Mira csapat minden egyes verseny hétvégére akár egy csapattagot, vagy akár egy versenyzőt is delegál ezekre a futamokra.
Az egyéni bajnokságra nevezőknek a nagy gokart versenyekhez hasonlóan lesz egy dobható versenye, így az 5 futamból egyet mindenki kihagyhat. Az összesített eredmény alapján jutnak tovább a versenyzők. Minden kategória első helyezettje kvalifikálja magát a Mira Top 50-be. Ráadásul hasonlóan a profikhoz Pécset sem marad majd el verseny az időjárás miatt, hiszen akkor esőversenynek minősítik majd. A tervek szerint egyébként 7 gokarttal bővül a géppark is. Ennyi volt már a Pannon Krónika, köszönjük figyelmüket! Legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor jelentkezünk. Viszontlátásra!